Tisztelettel köszöntöm a Városi Média nézőit, mai összeállításunkban pedig Markút Imrét, Törökszent Miklós város polgármesterét, akivel a következő percekben most olyan témákat fogunk érinteni, amelyek valószínűleg sok mindenki mást is érdekelnek itt a városban, és mindenkit is érinthetnek. Az egyik, az nem is olyan régen történt most Törökszent Miklóson, a Galambos Park környékén. Ahogyan igazából egyelőre a közösségi oldal posztjaiból kiderült, az E.ON végzett ismételten gallyazási munkálatokat saját maga munkája érdekében, hogy azt el tudja végezni, viszont hát ismételten nem sikerült túl fényesen, illetve szépen, esztétikusan úgy, hogy a fák komolyabban ne sérüljenek. Tisztelettel köszöntöm polgármester urat. Önök tudtak erről, hogy ezt most végre fogja hajtani az E.ON? Jó napot kívánok, és tisztelettel köszöntöm én is a nézőket. Nem tudtunk róla. Annyit kell az üggyel kapcsolatban mindenkinek tudnia, hogy a Galambos Park szélén, az Alatkai út mentén egy 22 kV-os vezeték húzódik, és itt az E.ON most az elmúlt héten oszlopcserét végzett, oszlopokat cserélt ki a vezeték alatt. Erről tudtunk, tehát ehhez útkezelői engedélyt kért, viszont arról, hogy ott a gallyazást, illetve most a jelek azt mutatják, hogy ez több volt, mint gallyazás, mert gyakorlatilag tarvágásnak is lehet nevezni. Erről nem tudtunk. Én is a mai nap folyamán egyeztettem a Törökszent Miklósi területgazdáról erről a kérdésről, hogy sokkal szerencsésebb lenne, hogyha egy ilyen beavatkozást végrehajt, akkor adott esetben az önkormányzatot erről értesítse, illetve ha kell, akkor szakfelügyeletet is kérjen a főkertésztől a gallyazási munkálatokhoz. Nyilván, hogy egy nagyon érzékeny terület, mert a zöld felületet mindenki látja, a fákat mindenki látja, a fákhoz mindenkinek van, azt lehet mondani, egy érzelmi kapcsolódása. Nem csak a lakosoknak, hanem az önkormányzatnak is, vagy adott esetben nekem is van ugyanúgy érzelmi kötődésem egy fához, hiszen az ugyanolyan élőlény, mint bármi más, és azt is tudjuk, hogy a környezetünk megóvása érdekében a fákra igen nagy szükségünk van. Viszont azt meg mindannyiunknak tudomásul kell venni, függetlenül attól, hogy most a munkának a kimenetele milyen lett, hogy az E.ON által a vezetékeknél vannak védőtávolságok előírva, és a 22 kV-os vezetékeknél 5 méteres védőtávolság van. Most ezt az 5 méteres védőtávolságot az E.ON nagy valószínűség szerint elő is állította. Hozzáteszem, hogy nekem is személy szerint is fáj, hogy a fákat ilyen módon meggallyazták. Jelen pillanatban egyébként a főkertészünk vizsgálja meg az adódott eredményt, és ennek függvényében fogunk majd dönteni arról, hogy ha alapvetően az alatt a vezeték alatt 5 méteres védőtávolságot kell tartani, akkor nem biztos, hogy azt a szélső fasort meg is fogjuk tartani ezek után, hiszen akkor minden évben, vagy minden második, minden harmadik évben ezt a csonkolást el fogják végezni. Sokkal szerencsésebb lenne, hogyha az E.ON egyébként, mint a vezetékhálózatért, vagy az ellátásért felelős, sokkal határozottabb kommunikációt folytatna ezekről a kérdésekről, hogy egy védőtávolságot, vagy egy gallyazást adott esetben ő mi módon tart szakszerűnek, vagy szakszerűtlennek. Emlékeim szerint 3-4 évvel ezelőtt lakossági gallyazásoknál is volt legutóbb egy ehhez hasonló, úgymond botrány a Törökszent Miklósiak részéről, akkor is nagyon-nagyon csúnya eredmény született, de akkor valóban lakossági házak előtt végzett gallyazást. Utána azonban történt olyan változás, hogy igazából már tájékoztatják, vagy megkapja az önkormányzat is azt az információt, hogy ott most gallyazt, tehát ellenőrizni fogják, pontosan a hálózat védelme érdekében, és akkor mi már tudjuk előre, hogy érkezni fog az E.ON. Ha pedig olyat talál, akkor azt úgy fogja levágni, ahogyan éppen neki jól esik, nem biztos, hogy az esztétikumot szem előtt tartva. Azóta azért ahhoz hasonló nem történt. Ez viszont ugye nem lakossági övezetben volt. Ez most ismétlem, tehát nem a szokásos őszi nagy általános gallyazás volt, mert azokat általában szeptember végén, októberben szokta az E.ON elvégezni. Ez most egy egyedi eset volt, tehát a
Alatkai út mentén lévő 22 kilovoltos vezeték alatt lévő oszlopcserékhez kötődő gályázás volt. És most az egyeztetés során... És erről semmilyen értesítést nem kaptunk. Nyilván, amikor az egész város területét érintő gályázás van, akkor előzetesen, emlékeim szerint egy hónappal előtte az EU kiértesíti az önkormányzatot, lehetőséget biztosít, hogy adott esetben az önkormányzat vagy bárki a lakosság részéről hajtsa végre azt a gályázást, ami a védőtávolságot fogja biztosítani. Nyilván az is egy más kérdés, hogy az önkormányzatnak van-e arra kapacitása egyébként, hogy a teljes város területén a védőtávolságnak megfelelő gályázást elvégezze. És most az egyeztetés során esetleg arról volt-e szó, hogy az ilyen esetekben is előre értesítsék az önkormányzatot? Én most azt kértem az EU-tól, hogy a jövőben lehetőség szerint az ilyen egyedi esetekben is kapjunk értesítést, vagy pedig adott esetben a szakfelügyeletet is hozzá tudjuk tenni. A másik nagyon fontos téma az elmúlt hetekben, amit ilyenkor itt Örökszentmiklóson azért megszoktak a lakosok, hogy ősszel zajlik a lomtalanítás, legalábbis a hosszú-hosszú évekre visszamenőleg ez mindig így volt. Viszont mi már január vagy február eleje óta arról beszélünk, hogy ebben az esztendőben jelentősen átalakult a lomtalanítás menete itt Örökszentmiklóson, és teljesen más rendszer lett bevezetve, méghozzá a házhoz menő lomtalanítás. Viszont nagyon sokakhoz ez az információ nem kellő időben jutott el, illetve nagyon most úgy tűnik, ha nem is nagyon sokan, de most úgy tűnik, hogy többen még most szembesülnek azzal, hogy ősszel nem lesz a szokásos, amit eddig megszoktak, lomtalanítás. Igen. Az elmúlt héten a közösségi oldalon téma volt a lomtalanítás, hogy egyáltalán mikorra várható. Azért gondolom, hogy erről ismételten kell beszélni, hiszen nyilván, amikor egy megszokott rendszerben bárminemű változás történik, vagy változtatás történik, akkor idő kell, hogy beálljon. Függetlenül attól, hogy igazából a tavasz folyamán is az összes lehető, minden elérhető felületen, hírportálon, közösségi oldalon, a helyi újságban, a rádióban tájékoztatást adtunk a lakosság számára, hogy idéntől változik a lomtalanítás, de azt gondolom, hogy nyilván akkor, amikor szembesül az ember, hogy nem úgy történik valami, akkor lehet, hogy a következő évben már jobban fel tud készülni, de talán még, bár nem egyeztettünk még a kommunális szolgáltató Kft-vel, de amikor nyár elején beszéltünk, akkor az ügyvezető úr biztosított arról, hogy pót lomtalanítást indítanak. Ugye a házhoz menő lomtalanításnak épp az volt a lényege, hogy ne kerüljön ki az utcára közvetlenül a közterületre a lakosság által átadni szándékozott lom, mert akkor egyrészt annak vannak környezeti kihatásai is, hiszen közvetlenül ott az utcán már a lomizók meglepik ezeket a lakosok által rendben kirakott hulladékokat, feltúrják, ami kell, elviszik, ami nem kell, azt úgy hagyják, ahogy éppen feltúrták. Nyilván ennek egy részét, amikor megy a szállító, akkor fel tudja, össze tudja gyűjteni, el tudja szállítani, de van olyan is, ami szemétként ott marad az utcán. Ez is ez volt a célja, hogy minden bekerüljön, minden elszállításra kerüljön, illetve nyilván azt a fajta rendzavarást sem szerettük volna, illetve azt a fajta rendzavarást is szeretnénk háttérbe szorítani, ami egy lomtalanításhoz kapcsolódó lomizással történik. Meg egyébként is a lomizók által elhordott lomoknak szintén egy része végül illegális hulladékként kikerül valahová a város szélére. Ezt sem szeretnénk, hogy így történjen. Illetve magának a szolgáltatónak is az volt a kérése, hiszen az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy egy-egy lomtalanítás során nem csak a lom, hanem az úgynevezett többlet hulladék is kikerült, és ezzel gyakorlatilag a rendszer volt terhelve, az elszállítandó hulladék mennyisége nőtt. A többlet hulladékot azt a szolgáltató a saját egyébként a járat során kívánja elszállítani. Tehát idén ősszel a megszokott lomtalanítás nem lesz, a házhoz menő lomtalanítást az önkormányzat rendeletben vezette be, és nyilván, hogy
néhány év kell ahhoz, hogy megszokjuk, emlékezzünk a zöld hulladék elszállításra is. Ott is nagyon sok évbe telt, mire sikerült elérnünk azt, hogy a zöld hulladék a megfelelő módon ne fekete zsákokba, hanem a biológiailag lebomló zöld zsákokba kerüljön bele, illetve a vágott hulladék az megfelelően kötözve legyen arra a méretre vágva, amit egyébként a szolgáltató kér. Az őszhöz itt Törökszent Miklóson nem csak a lomtalanítás, hanem az adóbefizetés, a második fél éves adóbefizetése is kötődik. Már akkor ennek megfelelően kimentek a kiértesítések a lakosoknak. Itt most a kommunális adó az, ami tulajdonképpen mindenkit érint. Igen, a kommunális adó, hiszen a gépjármű adó az átkerült a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Kommunális adóban, adó tekintetében a kiértesítések azok megtörténtek. A szeptember 15-i határnappal kell, hogy eleget tegyünk a befizetési kötelezettségünknek. Az első fél évi adóbefizetési kötelezettségünket hogyan teljesítettük? Arról van összesítés? A képviselőtestület tárgyalta is az első fél évben befolyt adókat a július végi testületi ülésen. Az első fél évben a terveknek megfelelően folyt be egyébként a kommunális adó. Nyilván egyébként a teljes kivetett adó mennyisége soha nem szokott befolyni, hiszen vannak, akik az állampolgári kötelezettségüknek nem tesznek eleget, közülük, akit lehet, azt pótbevizetéssel, illetve nyilván az adóhatóság végrehajtással tudja sarkalni, de sajnos vannak olyan adófizetők is, akiknek nincs sem olyan jövedelmük, olyan munkaviszonyuk, vagy olyan vagyontárgyuk, amit egyébként terhelni lehet. Akkor ez okoz nehézséget, komoly nehézséget. Igazából igen, az adóbehajtási cselekmények okoznak részben többletfeladatot, részben nehézséget az adóhatóságnak. Az ipari vizési adó sem volt ebben az évben úgy a megszokott módon, ahogyan az előző évekhez képest, ugye pont a Covid miatt ott most mi a helyzet? Az iparűzési adónk tekintetében egyébként mi magunk is meglepődtünk, hiszen a maga a kivetés a tervezetnél sokkal több lett. Ez azt jelenti, hogy a Törökszent Miklósi nagyadózók független attól, hogy járványhelyzet volt, sokkal jobban teljesítettek egyébként, mint gondoltuk volna, vagy mint számítottunk rá. Ugye a helyi iparűzési adóban bizonyos adózók tekintetében kormányrendelet szólt arról, hogy a 2%-os adóbefizetési kötelezettséget 1%-ra mérséklik. Ezt a különbözetet Törökszent Miklós Városi Önkormányzat megkapta a Magyar Államtól, hiszen abban a kategóriába tartozunk, akiket közvetlenül kompenzáltak kormányrendelet alapján. Akkor igazából az adóbevételek kapcsán elmondható, hogy nem okozott problémát a város költségvetésében az előző covidos esztendő? Nem okozott problémát, sőt most azt látjuk, de nyilván majd amikor a teljes évet zárni fogjuk, és az őszi befizetések is beérkeznek a helyi iparűzési adó tekintetében, és akkor fogjuk tudni azt a mérleget megvonni, hogy valóban a tervezetnél nagyobb adóbevételünk volt, vagy lesz. Az északi város részben pedig most itt Törökszent Miklóson ismételten munkálatok, különböző munkálatok zajlanak. Tulajdonképpen ki végzi, és mit? Mert hogy ez is felmerült már kérdésként. Régóta előkészítés alatt lévő fejlesztés fog Törökszent Miklóson megvalósulni. A Magyar Telekom egy optikai hálózatfejlesztést hajt végre Törökszent Miklóson. Ez azt jelenti, hogy a település teljes területén a korábbi rézanyagú vezetékhálózatát optikai kábelre fogja cserélni. Ezzel a fejlesztéssel a háztartásokban egy sokkal nagyobb sebességű és gyakorlatilag állandónak tekinthető internetes elérést fog tudni biztosítani a szolgáltató, már aki a Magyar Telekom előfizetője, illetve a jövőben a Magyar Telekom előfizetője lesz. Ott, ahol lehetett, vagy ott, ahol lehet, ott meglévő oszlopra helyezik el az optikai kábelt.
ahol erre nincs mód, vagy ahol nincs oszlopsora, ott a földkábelbe, illetve a földbe fogják behelyezni az optikai hálózatot. Most ez nagyon sok esetben a járda burkolatot érint, illetve meglévő gyalogos járdát érint. Itt majd azt fogjuk tapasztalni, hogy ezekben az utcákban a Magyar Telekom új gyalogos járdát fog létesíteni, hiszen ezt az előkészítő egyeztetések alatt sikerült elérnünk, hogy nem csak azt a sávot állítják helyre egy járdában, amit fölvágnak, hiszen egy 1 méter széles járdában középen fölvágnak 40 centi széles munkaárkot. Annak sok értelme nincs, hogy 40 centi szélességben új járdát építenek, és két oldalt megmarad 30-30 centi, hanem itt ezeket a járdákat teljes szélességében, a meglévővel azonos szélességben helyre fogják állítani, és új járda fog épülni. Úgyhogy e tekintetben azt gondolom, hogy azokban az utcákban még ez egy többletfejlesztést is fog eredményezni. De nyilván a cél elsődlegesen a szolgáltatás bővítése, és azt gondolom, hogy városlakóként is jó lesz, hiszen mindenki a saját otthonában egy sokkal jobb rendszert fog majd tudni használni ezáltal, hogy az optikai kábelen fogjuk kapni a szolgáltatást, az internet elérést. Az elmúlt években többször történt már meg, hogy a hivatal életében különböző változások történtek. Ez most várható-e a következő időszakban? Igen. Nyilván a polgármesteri hivatal is egy munkahely, ahol a munkavállalók adott esetben cserélődnek, hiszen vagy azért, mert az élet más területén szándékozik dolgozni, vagy éppensége valahol egy jobb ajánlatot kap, ezért úgy gondolja, hogy él a lehetőséggel, vagy éppen azért, mert mondjuk egy eltelt időszakot felülvizsgálva születik egy olyan döntés, hogy éppen egy változásra van szükség, Most szintén egy hasonló helyzet történt, ami a általam elmondottaknak a legutolsó mondatához igazodik. Törökszent Miklós jelenlegi edzője szeptember 30-ával közös megegyezéssel a polgármesteri hivatal éléről távozik. Szeptember 9-ig van munkaállományban, illetve közvetlenül a munkáját ellátja itt a hivatalban, az azt követően az időarányos szabadságát tölti. Hozzájárult ahhoz, hogy még munkaideje alatt a közigálláson meghirdessük a jegyzői állás helyet. Ezzel éltem is, az a héten meg fog jelenni. Szeptember 22-i határidővel lehet leadni a pályázatokat a jegyzői állás helyre, és 25-ig megszületik a bírálat, és október 1-től betölthető a jegyzői állásai. Azt gondolom, hogy a mai világban nem egyszerű sem egy önkormányzatnak, sem egy polgármesteri hivatalnak, hogy megfelelően képzett jó szakember irányítsa a polgármesteri hivatalt, de a jegyzőnek sem könnyű az élete egyébként, hiszen egy rendkívül összetett feladatkörről van szó akkor, amikor a jegyzőségről beszélünk. Nyilván lakosság számára, vagy annak az olyan embernek a számára, aki a hivatallal ritkán találkozik, és az itt folyó munkát napi szinten nem látja, nem tud rálátással lenni arra, hogy éppenséggel milyen feltételeknek kell, hogy megfeleljen egy jegyző. Azt is el tudom mondani az elmúlt 7 év tükrében, hogy roppant nehéz olyan jól képzett jegyzőt találni, aki minden feltételnek megfelel, de bízom benne, hogy a jövő az e tekintetben lehetőséget fog Törökszent Miklós városnak, az önkormányzatnak, illetve a polgármesteri hivatalnak is majd adni. Én köszönöm szépen a polgármester úrnak is az információt, önöknek, hogy velünk tartottak, és további jó munkát kívánunk. Köszönöm én is a lehetőséget, viszontlátásra, minden jót kívánok!